Halomban állt az összevágott tűzifa a zombai ház udvarán, behordani viszont már nem volt ideje a családfőnek. A képek készültekor már egy zárkában volt, mert közösülni akart a nála 30 évvel fiatalabb nevelt lányával. A nő ezt visszautasította, a nevelőapa ezért láncot kötött a nő nyakába és baltával fejbevágta. A bántalmazás utáni rendőri intézkedést több utcabeli is végignézte. Három rendőrautó, hát meg egy mentő, nő a mentőbe ült, férfinek betették a rendőrautóba, én már sem tudok. A brutális nevelőapát azonnal előzetes letartóztatásba helyezte 30 napra a bíróság. A bíró szerint erre azért volt szükség, mert korábban már követett el más bűncselekményt is, és szabadlában hagyva befolyásolhatta volna a tanukat. Később ítéletet is hoztak, ami ellen a vádlott és az ügyész is fellebbeztek. Ezért került az ügy a szekszárdi törvényszék elé, ahol most született jogerős döntés. A szekszárdi törvényszék a Bonyhádi járásbíróság ítéletét megváltoztatta, abban a kis részében, hogy a szexuális erőszak büntettét folytatólagosnak minősítette, mivel ugyanazon sértett sérelmére történt a cselekmény rövid időközönként, és többször próbálta meg a vádlott a sértettet szexuális cselekményre rábírni. Egyebekben a törvényszék az elsőfokú ítéletet mind a büntetés, mind a minősítés tekintetében helyben hagyta. Vagyis a brutális nevelőapának 4 évre és 5 hónapra kell börtönbe vonulnia.